Az Alkotmánybíróság döntése értelmében a szerb állam május 14-e után nem védhetné meg a vállalatokat az adósságaik kényszerű behajtásától. Ez 164 cég sorsát kérdőjelezte meg. A parlament döntése ezt a határidőt 5 hónappal későbbre tolta ki. Addig a kormány megpróbálja megmenteni, amíg menthető vállalatokat. Na taj način profesionalizácie i ljudi koji će nam pomoći, nađemo rešenja da ono što je zdravo od ovih 167 preduzeća sačuvamo, da ih nađemo strateške partnere i zato smatram da treba povučete taj predlog i da date šansu Srbiji da za 5 meseci uradi ono što nisu uradili mnogi ranije. Nikola Selaković igazságügyi miniszter szerint a vállalatok megmentésével egész régiók helyzetét javíthatják. A politikus szerint másfél hónapon belül pedig újabb, a privatizációra irányuló törvénymódosítási javaslat kerülhet a képviselők elé, amely teljesen megreformálhatja a magánosítás folyamatát. Az állam felelőssége lesz az, hogy a privatizáció folyamatában résztvevő cégekről pontos adatok jelenjenek meg. Ova vlada je jedinstveno iznela svoj stav, da kao što ćemo raditi na rešavanju ovih problema, agresivno ćemo pokrenuti novu politiku zapošljavanja. Da ćemo poboljšati uslove poslovanja na našem tržištu rada. Az ellenzékből politizáló demokrata párt szerint a nagyszabású terveknek nincs alapja. U 2011. godini, koja je bila ekonomski loša, država Srbija imala stranih investicija 1.800.000.000 evra. U ove dve fenomenalne godine imamo 1.000.000.000 evra. U ovoj godini 92.000.000 evra stranih investicija. Kako mislite da pokrenete proizvodnju i privredu ukoliko niko ne dolazi u Srbiju da investira? Az ellenzék emellett kifogásolta azt is, hogy meghosszabbítják ugyan a kényszerbehajtás idejét. A javaslat azonban nem kínál konkrét megoldást a 164 szerkezet átalakítás alatt álló vállalat számára.